Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Az ő szív üzenete mi az, amit közöl veled, és mi az, amit nem mond ki? Megnézzük az ő szív üzenetét. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, a díjam, mint minden jóslásnál 4000 forint. Először is megnézzük az ő jelenlegi helyzetét, azt itt fogjuk látni. Itt a 4-es szám jelenti azt, hogy mennyire fontos számára a biztonság érzete. De ő azt tartja fogva, amit neki el kellene engednie. Mert nem az a biztos, ami a kezében van, vagy a lába alatt, vagy a feje fölött, hanem ezek olyan dolgok, események, vagy kapcsolatok, amire nincs szüksége. Ha megnézzük a képet, látható, hogy ő itt egy kincses ládán ül. És az igazi kincsek a ládában vannak, de ezt akkor tudja kinyitni, ha elengedi itt ezeket a dolgokat, mert akkor a lába szabad lépéseket tud tenni, akkor a keze is szabad, ki tudja nyitni a kincses ládát, és itt a feje fölött ez az érem azt jelenti, hogy akkor lesznek nála új gondolatok, meg új ötletek. A gondolatait itt is látni fogjuk. Itt bizony igazságtalanságokról van szó, újra az érmék jelennek meg. Ezek utalhatnak az anyagi dolgokra, a munkahelyére, az értékekre. Ő átélte ezeket az igazságtalanságokat, és lehet, hogy emiatt fél a változásoktól. Az érzelmi világát itt alul látjuk. Tulajdonképpen itt, mint egy uralkodó jelenik meg, akkor is, ha vannak itt kihívások, igazságtalanságok, de ő uralkodni fog a helyzet felett, uralkodni fog az érzelmei felett is. Az is lehet, hogy valaki uralkodik felette, parancsolgat neki, és ez a helyzet befolyásolja az ő érzelmeit. Mit fog közölni veled? Itt látható a hold, ez jelentheti az anyukáját. Lehet, hogy az anyukája befolyásolja őt. Ezek lehetnek anyai témák, vagy amit ez a kártya még jelent, ezek az ő álmai, meg vágyai, meg elképzelései, és erről bizony be fog számolni. És mi az, amit ő mondani akar, de nem mondja ki? Hogy nála voltak kihívások, de azért látható, hogy itt sikerei lesznek, lezárja ezeket a harcokat, de nem beszél ezekről a sikerekről, nem beszél arról, hogy ki mivel támadta őt. Hogy lát téged? Mint egy királynő, hiszen értékel téged. És mint királynő uralkodsz a levegő eleme felett, ez jelenti a jó ötleteidet, a tudásodat, a kommunikációt, a könnyűséget, hiszen a levegő eleme ezt is jelenti.
azon kívül a szabadság érzetét. Lehet, hogy ő úgy lát téged, hogy mennyire fontos számodra a szabadság érzete, és kilépsz egy bizonyos szűkös helyzetből. És mi fűz össze benneteket? Hát ő fogja irányítani a dolgokat. Ha te egy hölgy vagy, itt vannak ugyan ötletek, meg beszélni akarsz vele, de ami a reális dolgokat illeti, azt ő fogja majd irányítani. A tettek embere lesz. Kilép ebből a szűkös helyzetből, megvannak nála az álmok, a vágyak, az elképzelések. Itt voltak kihívások, ezt ő megoldja, és majd ő fogja közölni azt veled, hogy mit szeretne megvalósítani. Hiszen itt az aranyérem jelenti a föld elemét, és itt akkor majd reális dolgokról lesz szó. Ez az aranyérem jelenti az anyagiakat, a munkát, a hivatást, és az értékeket is, hogy te értékes vagy számára, de azt is elvárja, hogy te is értékeld őt. Valamit még elmesélnék, hiszen erről beszámoltam a német nyelvű videóban, mert ott hallható volt, hogy a konyhában a férjem kicsit hangos, és elmondtam azt, hogy miről van szó. Itt Mallorca szigetén nem lehet kapni kenyeret sóval. Amikor mi ide költöztünk, akkor úgy gondoltuk, hogy elfelejtették a kenyérbe a sót tenni, de most már tudjuk, hogy itt mindenütt sótlan a kenyér, az egyedüli, amit lehet enni tulajdonképpen a baget, és a többi kenyerek mind sótlanok. És úgy gondoltuk, hogy akkor mi sütünk kenyeret, és ez mindig olyan fehér kenyér volt, de az utóbbi időben a férjem kipróbálta a rozs kenyeret. És most rozs kenyeret süt, úgyhogy van nagyon jó kenyerünk, sóval persze, és én imádom, viszont a rozs kenyér az egy kicsit úgy ragad abban az edényben, amiben sütjük, és azt kopogtatta, hogy a kenyér, ami meg volt már sütve, hogy kijöjjön ebből az edényből, ebből a formából, nem edényből, hanem ez a forma, amiben a kenyeret sütjük, és az hallható volt a videóban, ezért mondtam ezt el. Talán sokaknak érdekes, ha idejöttök nyaralni Mallorca szigetére, akkor tudjátok, hogy itt nem lehet sós kenyeret kapni, úgyhogy ne csodálkozzatok, minden ország más szokás. És ez volt a rozs kenyér története, meg ez volt a jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnátok, vagy jelentkeznétek a csatornámra, leírhatjátok a véleményeteket a kommentárba a kenyérsütésről, meg a rozs kenyérről, erről is írhattok. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderák!